A tárgyalóterem korábbi részeiben a családjoggal foglalkoztunk, most viszont áttérünk a szerződésekre, azon belül is először az ingatlanhoz köthető szerződésekre. Kezdjük is azzal, hogy a lakásvásárlásnak mik a tipikus lépései. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket és a szerkesztő urat is, és azt gondolom és bízom abban, hogy ebben a témakörben is ugyanolyan hasznos tanácsokkal fogunk szolgálni a tévénézők számára, mint ahogy a családjogi esetek kapcsán szolgáltunk, bízom ebben. Amikor meg szeretnénk vásárolni egy ingatlant, akkor én 5-6 pontban nagyon röviden össze lehetne foglalni, hogy hogyan történik egy adásvétel, hát hogyan is történik, kiválasztjuk a lakást, tárgyalunk a vevővel, ezt követően felkeresünk egy ügyvédet, aki előkészíti az adásvételi szerződésnek a tervezetét. Ugye azért tervezetet említek, mert azért általában banki kölcsönöket vesznek fel a vevők az ingatlan vásárlásához. Ezért ezt a tervezetet beviszik a bankba, hiszen a bank számos feltételt támaszthat még a kölcsönnyújtás okán, aminek benne kell, hogy legyen az adásvételi szerződésben. Ezen feltételek tükrében az ügyvéd elkészíti a végleges adásvételi szerződést, és a tulajdonjog ezt követően bejegyzésre kerül a vevő javára az ingatlan nyilvántartásba. Hát ez így nagyon rövid, 5-6 mondat, de a valóságban nagyon sok buktatója van egy adásvételi szerződésnek. Említette, hogy különböző előírások lehetnek, hogy mik kerüljenek bele a szerződésben. Mik ezek jellemzően? A most megváltozott gazdasági helyzetben ugye nagyon sok adásvétellel találkozunk, és miután sok az adásvétel, ezért nyilvánvalóan a bíróság is készül arra és számol azzal, hogy az ilyen pereknek a száma esetleg nőhet, de azt el kell, hogy mondjam, ezen gazdasági helyzettől függetlenül mindig is sok volt az ingatlan adásvételi szerződéseket érintő pereknek a száma. A bíróságnak az a célja az ítélkezés során, hogy az ítéleteivel a forgalom biztonságátnak az elvét szolgálja és segítse. Ebben van egy mankója a bíróságnak. Ezt úgy hívják, hogy a 25. polgári elvi döntés, római 25 ped. És tulajdonképpen nagyon röviden összefoglalja ez a jogszabály, mégis mik azok az alapvető tartalmi és alaki követelmények, amelyeknek egy adásvételi szerződésnek meg kell felelnie. Ugye az adásvételi szerződésnek általában két szereplője van, az eladó és a vevő. Az eladó kinyilvánítja az eladási szándékát, a vevő a vételi szándékát, benne van tehát az adásvétel kifejezés, benne van az ingatlan, benne van a vételár, és mindez írásban történik. Itt engedtessék már meg azt elmondanom, hogy ugye azért, ha adásvétellel találkozunk, akkor ügyvédirodák jutnak eszünkbe, és mindenképpen ügyvédhez megyünk, ha adásvételi szerződést kötünk. Ez így helyén van, és ez így rendjén is van. Azonban azt el kell, hogy mondjam, ahhoz, hogy egy szerződés érvényes legyen, ahhoz nem kellene feltétlenül ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalni, vagy közjegyzői okiratba foglalni az adásvételi szerződést, pusztán írásban legyen meg. Akkor mihez kell az ügyvédi ellenjegyzés? Miért is megy minden eladó és vevő, és fizetnek ezért ügyvédi díjat? Hát azért, mert ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba tulajdonjog bejegyzésre kerüljön, ahhoz viszont már szükséges egy ügyvéd által ellenjegyzett okirat, vagy az, hogy az adásvételi szerződés közjegyzői okiratba legyen foglalva. Akkor már tudjuk, hogy van eladó és vevő, van egy szerződés, de mégis mik a feleknek a kötelezettsége, illetve a jogai ennek a szerződésnek a következtében? Ebben a műsorban, és azért is nagyon hasznosnak találom ezt a műsort, mert mindig van módunk felhívni arra az állampolgároknak a figyelmét, hogy a pereket el lehet kerülni, hisz a per az senkinek nem jó, mert anyagilag és lelkileg is megterhelő. Tehát ha egy szerződéses viszonyban, ugyanúgy, ahogy a korábbi műsorokban, a válóperekben, a gyermekelhelyezésben betartjuk az együttműködésnek az elvét, tisztességesen, becsülettel, jóhiszeműen járunk el, ami jelen esetben itt mit jelent? Azt jelenti, hogy az eladó tájékoztatja a vevőt az ingatlan tényleges állapotáról, arról, hogyha a tetőben valóban hiba van, akkor ha őszi nagy esőzéseknél mindig van beázás, tájékoztassa azokról az alapvető körülményekről, amelyek egy ingatlannal kapcsolatosak, valamilyen kötele, jog vagy teher van bejegyezve az ingatlanra. Ugye a vevőnek a kötelezettsége pedig az lesz, hogy ő fogja az ingatlan tulajdon változással kapcsolatos költségeket fizetni az adásvétel során. És honnan lehet azt tudni, hogy a lakás helyzete jogilag rendezette, tehermentese? Nagyon jó ez a kérdés is, és
Én azt gondolom, mielőtt belekezdünk egy adásvételi procedúrába, az természetes, hogy majd az ügyvéd, amikor a szerződést megszövegezi, akkor a helyes eljárási rendet követ akkor, amikor lekéri majd az ingatlannak a tulajdoni lapját. De én azt gondolom, hogy egy vevő akkor jár el kellő körültekintéssel, amikor megtetszett neki egy ingatlan, akkor ő maga is él annak a lehetőségével, hogy megnézze ennek az ingatlannak a tulajdoni lapját, hisz ezt megteheti. Vagy a www.magyarország.hu oldalról, vagy a földhivatalba befárad, és kikéri annak az ingatlannak a tulajdoni lapját. Tulajdonképpen annak nincs jelentősége, hogy a hiteles tulajdoni lapot kéri ki, vagy az olcsóbb nem hiteles tulajdoni lapot, mert azok a körülmények, amelyek jelentősek, azok rajta lesznek ezen a tulajdoni lapon is. Ez miért fontos? Azért, mert lehet a vevő belekezd egy procedúrába, már bemegy a bankba, már megkeresi az ügyvédet, és amikor már kötnék a szerződést, akkor derül ki, hogy hoppá, itt mégis van egy olyan jog vagy teher, ami miatt őt mégsem érdekelni ez az ingatlan. Tehát az elején tegyük tisztába azt, hogy ez az ingatlan alkalmas arra, hogy megvegye a vevő. Ahogy említette, a tulajdoni lapnak is van költsége bizonyos esetben, de emellett számos más költség van, ügyvédi költség és a többi. Ezeket ki állja, melyik költség kit terhel, eladót, illetve vevőt? A adásvételi szerződésnél ugye az a tipikus szabály és az a fő szabály, hogy a vevőt terheli mindez a költség, ami a tulajdonjog változással kapcsolatos, így az ügyvédi költség, de természetesen, és erre gyakran példa az főként a bizalmi elvből adódóan is, hogy az eladó ragaszkodik ahhoz, hogy az ő ügyvédje foganatosítsa ezt az adásvételt. A felek szerződéses szabadsága lehetővé teszi azt, hogy e körben eltérően állapodjanak meg. Azt azért fontos hangsúlyoznom, hogy ebben az ügyletben az ügyvéd nem az eladónak a képviselője, nem a vevőnek a képviselője, hanem az ügyvéd mind a két fél érdekeit képviseli akkor, amikor arra törekszik, hogy egy jogszerű adásvételt kössön. Innen folytatjuk a következő részben.